hallgatóságot, hogy bátran kérdezzenek. Picit lesz, tehát annyi bevezető csak, hogy tudomásom szerint itt a szervezők majd kijavítanak, hogyha nem így van, mert én is közéjük tartozom, hogy az én előadásom például azt egy picit hátrébb fog sorolni, tehát igazából én úgy gondolom, hogy két ilyen nagyobb blokk köré, a Per Anderson úr részben elfoglaltsága, meg így építettük föl is az előadásokat, lesz egy nagyobb blokk az elején, amiben a betegbemutatásokkal is szeretnénk színesíteni. Mindjárt az elején egy olyan betegbemutatás lesz, ami rendhagyó módon egy kiropraktikai manőverrel is kiszélesítjük, ezt majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért, illetve a Per Anderson úr fogja elmagyarázni, és én igyekszem tolmácsolni, aki tudom, hogy vannak úgysekkel, de azért bátran kérdeznek, hogy valami nem világos. A második blokk ebéd után, és az övé lesz szintén betegbemutatásokkal függő, és utána lesznek a előadók, aki Debrecenből érkezik a levél, meg jó magam és az állatorvos kollégám is akkor fogja valami, tehát ennyiben lesz egy pici változás. És hát nagyjából szerintem bevezetőnek ennyit gondoltam, még talán érdekességképpen, hogy tudomásom szerint szó esett az elhúzódott töréskezelésekről, az állízetetet, stb. Érdekes módon, ha én jól tudom, akkor ezekre az eljárásokra van Magyarországon talán finanszírozottan kérdésekre intézetben. Pontos nevet nem tudok, csak sejtés sem előtt fogni. Érdekes módon az ambulánsbeteg ellátásban van rendkívül nagy szerepe, de konkrétan például a plantáris fasztitiszban, amiről én kiemelten szeretnék beszélni, hogy valóban ebből van a legtöbb betegük nekünk itt a magánemeletekben. Én azt sajnálom csak, mert nyilván üzletileg ez egy más megfontolás persze, hogy óriási segítség lenne, hogyha az is támogatást élvezne, tényleg nagyon sok beteget lehetne meggyógyítani. Ezzel szemben olyan körülhatárolt kórképekre van talán valahol finanszírozva, amire viszont nekünk, nekem vagy nekünk itt, akik magánemeletet használnak, hogy érve, így fogunk kipróbálni, valahogy én valami kíváncsi lennék, hogy valóban ezek a statisztikák, amik nemzetközi statisztikák, vajon hogy állják meg a hatalmi gyakorlatban a helyüket. Viszont magán lehetett van a kisebb kórképeket, amire mindjárt rá is térünk, tehát vár, könnyegsebb és a többi, tehát a rendező pártják arra van módon kipróbálni. Azt is borzasztóan nehéz, ezt szintén sajnáltam mondani, mert konkrét, tehát én magán beteg ellátásban statisztikákat gyártani, elég nehéz, hogy a betegek jelentének, remények szerintem azért nem gyógyultak, de hát ugye őket nem lehet, mint egy nagy centrumban multicentrikusan után követni, de hát ez azért egy ilyen gondolása, hogy mennyire tudok fontos statisztikát előállni, arról meg beszélek az előadást. Tehát ennyit talán bevezetőről, és akkor felkérjünk Per Anderson urat. Please do. Come. Can I go now? Yeah, yeah. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much, Professor. Thank you.